Igen, eljutottam végre odáig, hogy könyvegen kívül képregényekkel is foglalkozhassak. Az első ilyen jellegű bemutató tárgyának a nemrég befejeződött Naruto-t választottam, mely életem egyik legmeghatározóbb olvasányélményének számít. Ennek a sorozatnak köszönhetően váltam néhány évre magam is otakuvá, kezdtem el fordításokat készíteni és fórumozni. Ha nincs a Naruto, lehet, hogy a Sentinel sorozat sem indult volna el soha. A Naruto írója és rajzolója Kishimoto Masashi, kinek sorozatát 1999-től 2014-ig közölte le az egyik legnépszerűbb japán manga magazin, a heti Shonen Jump. Épp ezért nem meglepő, hogy a Naruto maga is shonen manga, vagyis fiatal srácoknak íródott. Témáját tekintve fantasy, megkintve egy csomó japán mitológiával, népmesével, legendával és egy nagyon jól kitalált, izgalmas világgal. A Naruto világa 5 nagy országra osztható, és több más, elhanyagolható területre. Az országok egy-egy természeti jelenségről kapták a nevüket. Az 5 nagy országot együtt az 5 nagy shinobi nemzetnek hívják, mert ezekről a területekről származnak a világ leghíresebb ninjái. Ezek az országok a tűz, a víz, a villám, a szél és a föld. Mindegyiknek van egy központja, egy úgynevezett Rejtek falu képében, ahol a ninja kiképzése zajlik, és melynek vezetője a Kage, azaz árnyék, titulust viseli. A tűzországának rejtett falvát levélrejteknek hívják, vezetője pedig a Hokage. A vízé a ködrejtek, vezetője a Mizukage. A villámé a felhőrejtek, vezetője a Raikage. A szélé a homokrejtek, vezetője a Kazekage. A földé pedig a sziklarejtek, melynek vezetője a Tsuchikage. Mindegyik falu és ország más-más kulturális sajátossággal bír, a szélországa például olyan, mintha az 1001 éjszaka mesének helyszíne lenne. A ninják 3 alapvető jutsu, azaz technika ágat használnak, melyet a csakrájuk segítségével hívhatnak elő. Az egyik a taijutsu, a puszta kezes harc. A másik a genjutsu, vagyis az illúziókeltés tudománya, mely magas IQ-t igényel. A harmadik a ninjutsu, vagyis a fantasy értelemben vett mágia. A ninjutsuval képes valaki megduplázni magát, megidézni tárgyakat, segítőket, segítségül tudja hívni a természet valamelyik elemét, stb. Ezen kívül még sok ágazat van, melyek közül a Keigenkai, vagyis a genetikai úton örökölhető jutsuk a legfontosabbak. A történet főszereplője a levélrejteki Uzumaki Naruto, a rikító színekben járó szőkebajkeverő, aki eldöntötte, hogy megszerzi a Hokage címet. Ez azonban nem lesz egyszerű, mert egy átokkal kell együtt élnie. A falut Naruto születésének napján megtámadta a 9 farkú róka démon, melyet a 4. Hokage saját élete árán Naruto testébe zárt. Naruto-ra hősként kellene tekinteniük az embereknek, amiért lakat alatt tartja a szörnyeteget, de ennek pont az ellengezője valósult meg. A fiút megvetés és gyűlölet övezi a felnőttek részéről, és bár a 3. Hokage megtiltotta, hogy beszéljenek a démonról, gyermekeik is eltanulták Naruto utálatát, egyiküket kivéve. Mindezek ellenére Naruto nem adja fel, és keményen edz, hogy erős ninja váljon belőle. Miután megkapta a legalacsonyabb ninja rangot, a Genint, egy 3 fő csapatba kerül. Szerencsére a lányjal, aki bejön neki, ő Haruno Sakura, és bal szerencsére azzal, akit a legjobban rühel, ő Uchiha Sasuke. Sakura viszont a legtöbb csajhoz hasonlóan Sasuke-t kedveli, Naruto-t pedig ki nem állhatja. Ehhez a komikus szerelmi háromszöghez jön még a késésre hajlamos, de legendás hírű mentor Hatake Kakashi is. Ők alkotják a 7-es csapatot, akik köré a többi szereplő épül a mangában. Mindegyik karakternek megvan a maga motivációja, de a sorozat 2 legfontosabb szereplője Naruto és Sasuke lesznek. Egyébként az utóbbi az egyik legösszetettebben összerakott karakter, akit valaha láttam. Hideg, távolságtartó és célra törő viselkedése remek ellentét a hiperaktív, lassú felfogású és aranyszívű főszereplőnek. Elképesztő szereplőgárdát vonultat fel a történet, és szinte mindegyiküknek van valamilyen funkciója. Mindegyikük jelképez valamit, és hozzátesz a mangához. A szereplők és a történetvezetés a manga talán legerősebb pontja. Bár tagadhatatlan, hogy a Naruto-ban akadnak összecsapott, kibomlatlan szereplők és what the fuck momentumok, mert jutsuk, főleg azok, mégis összességében nézve korrekt munkát végzett Kishimoto a sztori szövésével.
Naruto például látványos jellemfejlődésen megy keresztül, és a hozzá közel állók is sokat érnek az első és az utolsó fejezet között. Azt viszont fontos kiemelnem, hogy a manga a harcokra helyezi a hangsúlyt, tehát a nagy küzdelmeken keresztül halad előre a történet. Szerencsére a harcok legnagyobb része jól sikerült, bár voltak olyanok, amelyek túlságosan elnyújtottak, vagy éppen hogy nyúlfarknyik lettek. Ezeket a hibákat én betudom annak, hogy 15 éven keresztül vinni egy sztorit, hát nem kicsit lehet megterhelő. Szóval még a hibákkal együtt is kijár a tisztelet Kishimotónak a prima munkájáért. Viszont van egy olyan tulajdonsága a Narutónak, ami így 24 éves fejjel már az őrületbe kerget, ez pedig a szerelmi párosítók közötti harc, melynek csak a Naruto manga befejezése vetetett véget. Gyakran felbosszantott az, hogy egy fontos, ráadásul jól megírt szereplő halála fel akkora felháborodást sem keltett, mint a Sakura vagy Hinata, vagyis Naruto potenciális szerelmei kerültek volna veszélybe. Ezt sosem szerettem a rajongó táborban, nem tudom Kishimoto hogyan csinálta, szerintem még ő maga sem, de sikerült egy olyan szerelmi háromszöget generálni a Naruto, Hinata és Sakura között, hogy az bizony sok romantikus regény megirigyelhetné. Mindezt úgy, hogy a Naruto sosem volt egy romantikus történet, hanem egy harci manga. Én a magam részéről Hinatának szurkoltam, mert ő és Naruto között több kémiát vettem észre, mint Naruto és Sakura között, de nem tartottam olyan hű de fontosnak ezt a szállat a vége felé. Narutónak volt elég baja a lányokon kívül is. Egyébként megjegyzem, hogy Kishimoto egyszer úgy nyilatkozott, hogy a szerkesztői kifejezetten azt mondták neki, hogy jobban járt volna, ha Hinatát teszi meg főszereplőnek Sakura helyett. A grafikát tekintve, hát... nem mondom, hogy csúnya, de roppant egyszerű rajzokból épül fel Kishimoto művészete. Régebben sokat gonyolódtak is vele, hogy pont-pont veszőcske, kész is van a Sasuke. A Naruto minden harciassága ellenére egy szentimentális, olykor pedig szimbolista történet, mely kitartásról, barátságról és szeretetről szól, a szeretet erejéről, valamint a megbocsátásról és az újrakezdésről. Minden harcnak van egy erkölcsi tanulsága, a csatákat pedig sokszor hosszú beszélgetések előzik meg. Naruto sokféle ellenféllel ütközik meg, kezdve egy hozzá hasonló démonhordozóval, egy ősi erő örökösével, szerettei bántalmazóival, vagy épp rossz utat ért barátokkal. Fontos leszögeznem, hogy a Naruto nem tökéletes manga. Ahogy már említettem, a sztoriban akadnak mélypontok, például a kevesek által ismert titkos technikák hételen sok másik szereplőnél is felbukkannak. A szereplők közül többeket Kishimoto elhanyagolt, gondolok itt például Tenterre, akiben jóval több potenciált láttam. Az erőszintek alakulása pedig már kifejezetten kiismerető egy olyan személy számára, aki olvasta a Dragon Ball-t. Kishimoto-ra nagy hatást gyakorolt a Dragon Ball rajzolója, valamint a szintén legendás Kinnikuman manga rajzolója is. Narutóik edzenek, jön egy erősebb ellenfél, akit legyőznek, aztán jön egy még erősebb, majd egy még erősebb Naruto pedig állandóan edz, új technikákat sajátít el, és keserves küzdelemben legyőzi az ellenfeleket. Igazán motiváló figura tud lenni, az már biztos. Készült belőle egy rajzfilm sorozat is, melyet két részre bontottak, a Dragon Ballhoz hasonlóan. A Naruto manga időugrás előtti eseményei simán Naruto, az időugrás utáni események pedig Naruto Shippuden címmel lettek feldolgozva, melyek közül magyarul csak a sima Naruto rajzfilm sorozat érhető el teljesen. Az Animax csatorna megszűnt, mire eljuthattak volna a Shippudenig, de elnézve a hozzákészült magyar szinkront, azt mondom, hogy talán nem is baj érte. A magyar fordító a Naruto manga hazai kiadásához igazodott, mely még mindig nem ért el az időugrás részét, és úgy vánszorog, mint ahogyan egy csigasszarik. Elég szépen beleszóltak a fordításba, és átírtak benne sok mindent kedvük szerint, ami nem tett jót neki. A manga fan ezt a fasz cég nevette, jó isten! Kiadónál megjelent Naruto kötetek, fordítása hagyott maga után kívánnivalót. A levélrejtekből avarrejteket csináltak, ami azért ciki, mert többször is utalnak a levélre, mint szimbólumra. A Jujutsu neve hol japán maradt, hol magyar fordítást kapott. Valamint, és az utóbbi nagyon sok embernél verte ki a biztosítékot, a magyar átírást alkalmazott benne a kiadó. Tisztában vagyok azzal, hogy a magyar helyesírás szabályai szerint a nem latin betűs neveket és kifejezéseket a magyar ABC betűivel helyettesítjük, hasonlóan a fonetikus vagy kiejtés szerinti leírásoknál. Ez megfigyelhető az orosz és a görög neveknél is. Viszont ez a szabály szépirodalmi művekre, oktatási anyagokra és a sajtóra vonatkozik. Képregényekre
nem. A szabály másik fele pedig úgy szól, hogy akkor sem célszerű átírni, ha korábban már más alakban meghonosodott. Na, amikor még a Jetix vetítette a Narutót, a magazinjukban Hepburn, vagyis angol száz átírást alkalmaztak a nevekre, szóval mondhatjuk, hogy a Naruto már így honosodott meg, nem is beszélve a rajongói fordításokról, melyet emberek ezrei követtek hetente. Ha létezik olyan csoportosulás, mely gondoskodik az önfenntartásról, akkor az a manga és anime rajongók közössége. A rajongók sokkal több mangát és animét fordítanak, mint amennyit egy tévécsatorna és egy kiadó képes kiadni a keze közül. Én nem vagyok rossz májú ember, de a magyar Naruto kötetek olvasása közben jutott eszembe egy elkeserítő gondolat, mely mindig ténynek bizonyul. Kultikus sikerű könyvek, filmek, képregények magyar verzióinak nagy része el van baszva. Vagy a fordítás a ludas, vagy a szerkesztés, vagy a borító, vagy mindezek együttvéve. És máig nem értem, hogy juthatott eszébe bárkinek is az, hogy közösségi igények kutatása nélkül belevágjon a Naruto kiadásába, mikor már itthon is népes rajongó tábora volt a sorozatnak a manga itthoni kiadása előtt. Nem is beszélve a rajzfilm sorozatról, ami még a magyar tévében is le lett vetítve már. Egy csomó ember véleményét ki lehetett volna kérni, akik szakértők voltak a témában, de nem. Valamiért eszükbe se jutott, hogy keresenek egy lektort mondjuk a narutokun.hu stábjából. Annak alapnak már akkor is több ezer látogatója volt, mikor a mangafan megkezdte a sorozat itthoni megjelentetését. Viszont a belsőért kárpótol a külső, ugyanis a hazai verzió japánnal megegyező védőborítós kiadás, és kellemes kézben fogni és olvasni. Erre nem panaszkodhatunk. A mangafanos mangák külsőre nagyszerűek. Ez volt hát a Naruto kritikája. Szeretnélek megkérni titeket, hogy ne spoilerezzétek szét a komment szekciót se YouTube-on, se Facebookon. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Ha minden jól megy, jövő héten évadot zárunk. Sziasztok!